Diánás Hosszú lesz a szélsőségesen nacionalista SOS Románia párt államfőjelöltje. Erről döntött tegnap az alakulat országos bizottsága. Brassópolyánán ülésezett hétfőn az SOS Románia Országos Bizottsága, ahol kielemezték a helyhatósági és európai parlamenti választások eredményeit. Arról döntöttek, hogy az SOS Románia két európai parlamenti képviselője csatlakozzon a szuverenisták néven újonnan létrejött EPI frakcióhoz, illetve felvázolták az idei parlamenti és államelnök választásokra vonatkozó stratégiát is. A testület arról is döntött, hogy Diana Jovanovics Sosa a pártelnököt indítják az államelnök választásokon. A párt országos bizottsága egyöntetűen támogatta Sosak államfőjelöltségét. Az államelnöki tisztségért zajló versenybe eddig az SOS Románia elnöke mellett a másik szélsőségesen nacionalista párt vezetője, George Simion Aur elnök jelentkezett be.